Egy hely, ahol állítólag a föld szíve dobog, és rejtélyes építmények szegélyezik a túra útvonalakat. Egy palota, ahol egy ételtartó akadályozta meg a királygyilkosságot. Egy templom, ahonnan mumifikálódott emberi testek százai kerültek elő. Egy misztikus árok, ahol többször keresték Árpád vezérsírját, és ez csak egy ízelítő a fenséges Dunakanyarból. Jön még sok más érdekesség, amit nem hallott, úgy, ahogy nem látta még, madártávlatból. A Dunakanyarba tett utazásunk során először Visegrádot mutatjuk meg. Aztán átrepülünk Dömös felé, majd utunkat a Rám szakadékban folytatjuk, aztán elrepülünk a Dobogókő és a Prédikáló szék fölött. Megsasoljuk Esztergomot, ezután tovább vesszük az irányt Pilis-Szentlélek, majd a Holdvilágárok és Szentendre felé. Utazásunk a Dunabogdánnyal és a madártávlatból is gyönyörű Váccal zárjuk. Visegrád, Visegrád, hol hajdani fényed, magas föllegvárad, parti építményed, Dunapart hosszában kerti ékességed, mérföldekre nyúló párduc lakta nyéked. Arany János szavaival szállunk be a nagyszerű Visegrád fölé. E gyönyörű városra hatványozottan igaz az állítás, hogy a szépségért bizony meg kell szenvedni. Sok vér folyt le a Duna vizén azért, hogy a győztesek és a szerencsések ezt a látványt élvezhessék. De kezdjük az elejéről. Visegrád a római kori Pannóniában a limes mentén helyezkedett el. Határ volt, melyet fokozatosan építettek ki a barbár népek. A kvádok, markomannok, szarmaták egyre szaporodó támadásaival szemben. A Pone Navata, az első Konstantinus parancsára épített erődítmény a Duna kanyar bejáratánál a visegrádi Sibrik dombon állt. A Duna fölötti 176 méter magas dombról ugyanis kiválóan lehetett ellenőrizni a folyó Pilis-Maródtól egészen a Szentendrei szigetig tartó szakaszát. Az erőd 300 fős helyőrséggel rendelkezett, és néhány más állással együtt a Dunai Limes legjobban megerősített részét alkotta. A magyar honfoglalók szintén előszeretettel használták. A kijavított erődítmény lett az egyik első magyar vármegye Visegrád vára. Mint oly sok minden az országban, ez az első vár is valószínűleg a tatárjárás idején pusztult el végleg. A ma is látható fellegvár tehát a második. Negyedik Béla királyunk közismerten nem volt rest, ha új várakat kellett felhúzni. Így tett Visegrádon is, felesége Laskaris Mária királyné hozományából. A vár a hegycsúcsot övező erődítésfalakból, két toronyból és egy lakópalotából állt. A későbbi korokban a fővárost idehelyező Károly Róbert király bővítette a várat, s itt került sor az 1335-ös híres visegrádi király találkozóra is. A fellegvárat az alsóvárral völgyzáró fal kötötte össze, mely egészen a Duna partjáig tartott, majd ott őrtoronyban végződött. A völgyzáró falakon vezetett az a középkori Esztergomból Budáig tartó út, melyet északon a kaputorony, délen pedig egy kapu zárt le. Mátyás király uralkodása idején a vár palota szárnyait teljesen felújították. A várban az évszázadok során több alkalommal is őrizték a Szent Koronát a koronázási ékszerekkel. 1544 fekete év volt a vár történetében, ugyanis ekkor török kézre került, akik óriási pusztítást végeztek.
Ezután a fenséges épület felváltva volt a török és a magyar csapatoké. Majd legvégül a törökök, miután katonai célra már teljesen alkalmatlanná vált, elhagyták a szinte teljesen lerombolt várat. Nem csak a vár, hanem a város is elpusztult. Visegrád újra népesedése és a vár újbóli felépítése hosszú időt vett igénybe. Brutális történetekből nincsen Visegrádban hiány, de ehhez a toronyépülethez egy furcsa mondás kapcsolódik még a trónviszályok idejéből. Fénylik, mint Salamon töke. Ez persze nem hetedik Árpád-házi királyunk, Salamon nemesebbik szervére utal, hanem arra a rendeletre, mely szerint az őröknek tök lámpásokkal kellett megvilágítaniuk a tornyot, mert miután Salamont bezárták, minden ablakot és ajtót befalasztak. De hogy a fogvatartók mégis tudják, hogy a rab bent van, tök lámpásokkal világítottak. Így látták messziről is, hogy az egykori király még a torony fogságában van. Hát innen jön a mondás, hogy fénylik, mint Salamon töke. Más kérdés, hogy az 1053 és 1087 között élő Salamont nem tarthatták fogva a ma ismert visegrádi Salamon tornyában, ugyanis ezt a tatárjárás után építették. Valószínűleg egy fentebb elhelyezkedő római őrtorony lehetett a börtöne, aminek mára csak a romjai maradtak fenn. A történelmi intrikákból persze a visegrádi királyi palota sem maradhatott ki, aminek története akkor kezdődött, amikor 1323-ban Károly Róbert a királyi udvart Visegrádra helyezte. A véres történet Zács Felicián nógrádi birtokoshoz és katonához kapcsolódik. Az úr 1330. évében, április 17-én Felicián észrevétlenül a király asztalához lépett. Kirántotta éles kardját, és a veszett kutya dühével hirtelen a királyra rontott. Irgalmatlanul meg akarta ölni a királyt, a királynét és fiaikat. A kegyelmes Isten könyörületessége azonban nem engedte, hogy végbe vihesse szándékát. A király jobb kezét könnyen megsebesítette ugyan, de jaj, a királyné jobb kezének négy ujját egyszerűen belecsapta. A két fiúgyermeknek semmi baja nem lett, mert Felíciánt egy sáros pataki ételfogó leszúrta, majd az odaérkező testőrség szétvagdalta. Zács Felicián testrészeit ezután elrettentésül szétküldték az országban. Sőt, Klára lányának levágták az orrát és az ajkait, aztán lovon körbehordták néhány városban, közben pedig ezt kellett kiáltoznia, így jár, aki hűtlen lesz királyához. Az épület Zsigmond király uralkodása alatt lett gyönyörű palota, de Mátyás alatt teljesedett ki, és élte aranykorát. A palota a korabeli itáliai reneszánsz udvarok között is megállta a helyét. A sokat látott pápai követ Bartolomeo de Maraschi leveleiben a földi paradicsomról ír. Antonio Bonfini, olasz történetíró pedig így ír Mátyásról. Visegrádon a régi királyoknak a hegycsúcson fekvő vár alatt épült udvarát úgy kibővítette kertekkel, vadasokkal és halastavakkal úgy felszerelte, hogy az épületek kiválósága másokét felülmúlni látszik. Láthatók itt fejedelmi díszek, tág termek, hófehér burkolatú tornácok és gyönyörű ablakok. Van itt függőkert és csorgókút, amelyeket vörös márvány és bronzmedence ékesít. Az 1894-es év is egy nevezetes évszám volt Visegrád történetében. Osztrák és magyar katonai hidászok egy építészeti bravúron fáradoztak. Egy ponton hidat állítottak fel Visegrád és Nagymaros között a Dunakanyarban. A korabeli beszámolók szerint ehhez hasonlót az osztrák-magyar hadsereg még sosem vitt véghez.
Az 520 méteres ponton híd felállításához mindössze 79 percre volt szükség, és mindkét oldalon egyszerre építették. A hídverést Ferenc József is megtekintette, előbb a Duna partjáról, majd a fiú meg őszhajó fedélzetéről figyelte a munkálatokat. Az esemény óriási szenzáció volt. Az összesereglett nézőközönségre nagy benyomást tett, hogy a hidászok lárma nélkül rendkívül összeszokottan dolgoztak. Egy nagymarosi harangozó pedig annyira kíváncsi volt, hogy egyenesen kizuhant a templomtoronyból. Régészeti feltárások tanúsága szerint Dömös község és környéke az őskortól kezdve lakott volt. Az avar és honfoglalás kori temetők jelzik, hogy a terület jó adottságai, a vadban gazdag erdők, a patakok, s a Duna védelmező és tápláló közelsége folyamatosan lakhelyet biztosított az embereknek. A Dunakanyar által körülölelt erdős hegyvidék a honfoglalástól kezdve a fejedelmek, majd Árpád házi királyaink családi birtok területe volt. Ám Dömös sem szűkölködik rémes történetekben. Első Béla királyunkra itt omlott rá a trónépítmény, amiről a képes krónika így ír. A Jámbor Béla király ezután betöltve uralkodásának harmadik évét, királyi jószágán, Dömösön, összezúzódott beomló trónján. Teste gyógyíthatatlan betegségbe esett. Az ország némi nemű dolgai miatt félholtan vitték a Kanizsva patakjához. Ott távozott el a világból. De Könyves Kálmán is itt vakíttatta meg öccsét, Álmos herceget, és fiát, a későbbi királyt, Vak Bélát. Ám csodás történetei is bőven akadnak Dömösnek. 1885. május első vasárnapján történt, hogy a Dömös háta mögött lévő völgyben, a patak partján két kislány, miközben egy szép bükkfa alatt üldögélve éppen reggeliztek, látták, hogy nagy fényesség támad fölöttük. Szűz Mária alakját vélték felfedezni a jelenésben, karján a kis Jézussal, fején fényes koronával. A legenda szerint Szűz Mária már többször is megmutatta magát az ott esdeklőknek. Amint egy 1000 méter hosszú vad rámszakadék Dömös felett, a három forrás völgy középső harmadában fekszik, és két helyen is elágazik. A szakadék egy vulkáni eredetű, nagyjából észak-déli irányban futó szurdokvölgy. Ezt a területet egykor sekély tenger borította, amelyből szigetként emelkedtek ki a vulkánok. A következő évmilliók során a terület fokozatosan kiemelkedett, és megkezdődött a lepusztulása. A csapadékvíz munkájának köszönhetően a puha tufában magas, függőleges falak, az ellenállóbb lávarétegeken vízesések, zúgók alakultak ki. Folyamatosan változik napjainkban is a rámszakadék, köszönhetően az eróziós és a talajképződési folyamatoknak. A mederben állandóan csörgedezik a víz, amely hol vadáskor és nagyobb esők idején patakká duzzad. A forrásokhoz rendkívül sok hiedelem kapcsolódik. Állítólag, ha a fényes forrásba belép valaki, széppé válik. Az aranyos forrásban aranyat lelhet. A három forrás három szűz tartózkodási helye, akik néha eltűnnek, mint a tündérek, és árnyékként térnek vissza. A szőke forrás pedig egy gyönyörű szőke lány forrásvize, amely színét onnan nyeri, hogy a hajadon ott szokott mosdani. Maga a Rám hegye ércekben gazdag. A hiedelem szerint Árpád vezér jelentős kincset hagyott hátra, amelyek föld alatti barlangokban és nagy kádakban vannak elrejtve. Ám ha a kincskeresők rájuk is találnának, felnyitni nem tudnák, mert a zárak csak messziről hozott, vérrel verítékező füvek érintésére pattannak fel. Csak hogy ezt a füvet nehéz megtalálni, mert azt maga a sátán őrzi.
A Rámhegyen található Ferenci sziklát sokan a Föld szívcsakra középpontjának tartják, míg mások a dobogókő helyére teszik azt. De valami biztosan lehet ezen a mágikus vidéken, mert még őszentsége a Dalai Láma is meglátogatta. Magának dobogókőnek és környékének szakralitása régóta izgatja az emberek fantáziáját. A madártávlatból is elénk táruló Árpád, Rám, illetve Magashegy elrendezése egyesek szerint pontos mása az Orion csillagképnek. A környék misztériumához még bőven hozzátesznek azok a titokzatos romok, falmaradványok és sáncok, melyek eredetére nincs egyértelmű tudományos magyarázat. Erre járva így bőséges tere nyílik a fantáziának. Az viszont nem fantázia, hanem geológiai tény, hogy a Rámszakadék, a Rámhegy, a Dobogókő és a Prédikálószék is az északi középhegység Dunán átnyúló részéhez, a vulkáni eredetű Visegrádi hegységhez tartozik, a közhiedelemmel ellentétben, ami gyakran a karsztos Pilisbe helyezi őket. Valószínűleg eddig is tudták, hogy a Dunakanyar Magyarország egy nagyon különleges része. Reméljük, madár perspektívából most ezt még inkább megerősítjük. Esztergomhoz például bármely irányból is közeledhetünk, 100%, hogy már messziről látni fogjuk a Várhegyen elterülő monumentális katedrálist, a mennyekbe felvett Nagyboldogasszony és Szent Adalbert bazilikát. A Várhegyen az első templomot Géza fejedelem építette. Itt koronázták meg első királyunkat, Szent Istvánt, Krisztusunk születése után 1000 évvel karácsony ünnepén. Mások ezt az eseményt Székesfehérvárra teszik. István innen szervezte meg a magyar egyházat, építette az első bazilikát Szent Adalbert tiszteletére, és emelte rangjában a többi magyar templom fölé. A legek temploma 114 méteres hosszúságával, 18 méter vastag alapfalaival, 100 méteres magasságával az ország legnagyobb temploma. Sőt, Európában is csak a római Szent Péter bazilika, valamint a londoni Szent Pál katedrális előzi meg. Az esztergomi bazilika baloldali oldalkápolnája Közép-Európa legszebb reneszánsz műemléke. Feltűnően különbözik a befogadó dómtól anyagában és díszítésében. Az 1500-as évek elején Bakócz Tamás prímás építette csiszolt süttői vörösmészkőből. Az oltár karrarai márványból készült Andrea Ferrucci firenzei műhelyében. Szépsége a török katonákat is lenyűgözte, Szolimán szultán dzsáminak alakítatta át. 1683-ban Esztergom visszafoglalása után ez a kis kápolna élte csak túl az ostromokat. A jelenlegi dóm építésekor Pak János építész 1600 darabra fűrészeltette szét a kápolnát, hogy eredeti helyéről elszállítva beépítse az új székesegyházba. Az esztergomi várhegy királyi palotájának építését is Géza fejedelem kezdte el a 10. század utolsó harmadában. Munkáját fia István király folytatta, aki itt született és itt keresztelkedett meg. Az ő munkájának eredményeképpen vált a vár a király legfontosabb székhelyévé, Esztergom városa pedig a magyar királyság fővárosává, valamint érseki központtá is. A jelenleg is álló lakóépületeket Árpádházi harmadik Béla király parancsára építették külhoni építőmesterek. Majd Anzsu Károly uralkodása alatt indult meg Esztergom virágzása, amikor a dúsgazdag érsekség jelentős építkezéseket vitt véghez a Várhegyen. Kevesen tudják, de Esztergomban található egy török emlék is. Özicseli Hadzsi Ibrahim dzsámija. Ez az egykori Oszmán Birodalom északnyugati irányban található, legtávolabbi megmaradt és felújított dzsámija. Esztergomban sokan csak érseki magtárként ismerik.
Az érsek, vagy más néven prímás, a Magyar Katolikus Egyház első számú vezetője, Esztergom pedig a magyar katolicizmus legfontosabb városa. A Szent Ignác plébánia templom közvetlen szomszédjában álló prímási palotát Simor János érsek emeltette 1880 és 1882 között. Ekkor dőlt el ugyanis, hogy az egyházi központ nem a bazilika mellett, hanem a vízivárosnak hívott városrészben lesz. A Várhegy ugyanis nem bírta volna el a főszékes egyház melletti hatalmas érseki palotát. A palotában az érseki lakosztály a fogadótermek mellett helyet kapott az érseki Simor könyvtár is. Továbbá itt működik a prímási levéltár, amelyben felbecsülhetetlen értékben őriznek könyveket, kéziratokat és okleveleket. Maga II. János Pál pápa is ebben az épületben pihent meg magyarországi látogatásakor. Az egyházhoz kötődik az Ószeminárium is. Ez volt a város papnevelő intézete, ami olyan szigorú volt állítólag, hogy megmaradtak a kollektív emlékezetben azok a hatalmas sóhajok, amit a leendő papok hallattak az intézetbe belépés előtt. Esztergom déli részén a levegőből is látszik az a különleges templom, aminek tervét a bazilika építésének vezetője, Pak János a római Panteon mintájára készített el. Ezen modellezte le tulajdonképpen a bazilika nagyobb méretű kupoláját. A templom alaprajza teljesen kör alakú. A kerek templom neve Szent Anna plébánia templom Rudnai Sándor hercegprímás Szűz Mária anyjának, Annának a tiszteletére emeltette. Egy másik legenda szerint viszont Radovics Judit a Rudnai család szolgálójának kívánságára építették a templomot. A szolgáló ugyanis megmentette a kisgyermek Rudnait, amikor az egyik szomszéd birtokos fegyvereseivel támadta családra. Radovics Judit karjával fogta fel a kisfiúra mért csapást, aki így elmenekülhetett, a szolgáló viszont elveszítette a karját. A városban az Árpád-kor óta folyamatosan nagyszámú zsidó közösség is élt. Az okleveles források már 1050-ben egy esztergomi zsinagógáról szólnak. A reformkorban Esztergom újabb zsidó kereskedőket, iparosokat fogadott be. A mai zsinagógát viszont az a Baumhorn Lipót tervezte a késő romantika jegyében, akinek ez volt az első önálló műve. Eredetileg egyszintesnek szánta, és csak karzat volt benne a nők számára. Esztergomot szerette Babits Mihály is. A költő az egyik Dante fordításáért kapott díjat, a tőzsdén megforgatva nagyobb összegre tett szert. Ebből vette ezt a házat, amihez aztán feleségével folyamatosan hozzáépített. Így alakultak ki az épület belső szinteltolódásai. Babits közel 60 műve született ebben a kis mézes kalácsházban. A költő egészen haláláig itt töltötte a nyarakat. A Széchenyi tér a mai Esztergom főtere, de ez volt a középkori, majd a barokk Esztergom piac tere is. Közel 10 000 négyzetméteres és 5 utca torkollik bele. Az épületeknek majdnem a fele műemlék, a török kiűzése után elsőként ez a terület népesült be újra. A teret övező többségében barokk, illetve klasszicista és romantikus épületeket a város leggazdagabb kereskedői építették. Talán nehéz megérteni, hogy Esztergom emel kies város részét miért nevezik Búbánatvölgynek, de könnyen kitisztul a kép, ha megismerjük a mögötte felsejlő történetet. A török időkben az Esztergomot övező falvakat a török csapatok rendre kifosztották és felgyújtották, a lakókat lemészárolták vagy foggyulejtették. A monda szerint ezen a területen egy menekülő magyar szekértábor tartózkodott, amikor a török sereg megrohamozta a vidéket.
A szekereket, a kétségbe esett férfiakat tábor köré állították, a gyermekeket és az asszonyokat a kör belsejébe terelve próbálták védelmezni. Az óriási túlerő azonban győzedelmeskedett az utolsó leheletéig küzdő csapaton. A férfiakat egytől egyig megölték, az asszonyokat és a gyermekeket pedig rabként elhurcolták. De a környékhez kötődik Dobozi Mihály híres tette is, amit Kölcsey Ferenc is megénekelt. És elfordul, s felöleli nyögő nejét karjába, és hű vasát megszenteli merítvén oldalába. És rontván a vad nép közé áld, s vesz halált mindenfelé, s omolván drága vére, hölgyének rogy testére. Kölcsey ebben a művében a lóháton menekülő vitéz Dobozi történetét meséli el, aki előbb feleségét szúrta le, hogy megmentse annak becsületét, majd egymaga fordult szembe az őt üldöző török csapattal. Hát ezek a szomorú történetek teszik keserédes hangulatúvá ezt a szépséges vidéket, a búbánat völgyét. Az egyetlen magyar alapítású középkori szerzetes rendnek, a magyar pálos rendnek a története szempontjából meghatározó jelentőségű az Esztergomtól pár számcsapásra elterülő Pilis-hegység és a Pilis-Szentléleki pálos templomrom, amely Özséb esztergomi kanonokhoz kötődik. A pálos rend alapítóját a pilisi erdőkben élő remeték ugyanis gyakran felkeresték. Egy éjjel, imádság közben az erdő mélyén sok apró lángot pillantott meg. A lángocskák egymás felé tartottak, s végül Özséb atya keresztje előtt tüzes fénynyalábbá olvadtak össze. Özséb úgy érezte, hogy ez a különös tünemény égi jel, figyelmeztetés, hogy a szétszórtan élő remeték lángjait össze kell gyűjtenie egy közösségbe. Özséb 1246-ban javadalmairól lemondva érseki engedéllyel a Pilisbe vonult remete társai közé. A Pilis-Szentléleki pálos kolostorban járt Károly Róbert király is, majd fia, Nagy Lajos király itt töltötte az 1378-as évi nagyhetet. A kolostor gyarapodása a 15. században is folytatódott, míg nem az 1526-os év hirtelen végét jelentette. Valószínűleg kitalálták. A mohácsi csata után a Dunakanyarig jutó portyázó török sereg áldozatául esett. Egyes feltételezések szerint a pálos szerzetesek a Pomász közelében található holdvilág árokbéli barlangokban töltötték a legenda szerint azt a három esztendőt, mielőtt onnan kijőve Özséb volt esztergomi kanonok megalapította a máig egyetlen magyar szerzetes rendet. De a holdvilágárok a kereszténység előtti ősi magyar hitvilág kultikus helyszíne is. Vannak olyan feltételezések, miszerint itt temették el Árpád fejedelmet. Anonymus krónikájában található az első írásos utalás arra vonatkozólag, hogy Árpád fejedelem temetkezési helye merre található. Ezután az úr megtestesülésének 907. esztendejében Árpád vezér is elköltözött ebből a világból, a pozsony alatt szerzett sebesülése következtében. Tisztességgel temették őt el egy kis folyónak a forrása felett, amely kőmederben folyik alá Attila király városába. E forrás alapján indult el Sashegyi Sándor régészkutató, aki szerint a holdvilág árok fejedelmi temetkezési hely volt, és itt kell keresni Árpád fejedelem sírját is. Ezek az elméletek mindmáig nem nyertek tudományos igazolást, de bizonyításukra már többször is végeztek kutatásokat. Az 1939-es év folyamán a holdvilág árokban egy hatalmas faragott sziklafalat tártak fel, és előkerült egy kehely tartó sírszobornak a töredéke, szarvas és lócsontok, valamint egy 65 év körüli asszonynak a csontváza, közelében méregpohárral, a napraforgó szirmaihoz hasonlító perzsa kristálykehellyel, de Árpád király sírját nem sikerült megtalálni. 1960-ban újabb ásatások indultak, akkor középkori leleteket és három rovás írásos követ találtak.
Szentendre és környéke szintén a római birodalom védelmét szolgáló, a császárkorban létesített szárazföldi határvonal része volt Ulcisia Castra néven. Marcus Aurelius kedvenc katonai tábora volt, de megfordult itt Septimius Severus, Caracalla és második Valencianus császár is. A római kori tábor falainak maradványai a középkorban még láthatók voltak. A 19.-20. Században tűntek el a földszínéről. A castrum a római kőtár tárgyai között nem csak temetkezési és vallásos emlékek találhatók, hanem császári látogatás tiszteletére emelt kövek, építészeti tagozatok és mérföldkövek is. Az Árpád-ház idején Szentendre udvarhely lett, vagyis a vándorló királyi ház egyik szálláshelye. A középkori Szentendre emlékét viszont sajnos csak néhány ereklye őrzi. Köztük a várdombi keresztelő Szent János plébánia templom és falán a napóra. Aztán jöttek a török idők, mialatt a város elnéptelenedett. A törökök kiűzése után lett Szentendre etnikailag ennyire sokszínű, hiszen mindenfelől érkeztek a külföldi telepesek. A szerb és a dalmát bevándorlók múlhatatlan értékű jeleket hagytak a város képében és kultúrájában. Barokk építészetüktől, templomaiktól, szűk sikátoraiktól és macskaköves utcáiktól vált a város délies hangulatúvá. A korábbi egy templomos kisváros az újratelepülés után 7 templomos kisvárossá alakult. Így lett Szentendréből a 7 torony városa a 18. században, a város virágkorának századában. A templomokat eleinte fából ideiglenesen építették, majd a 18. század folyamán mindegyiket felfalaszták és toronnyal látták el, vagy a közelében építettek kőtemplomot. Közülük 4-nek a neve az alapítók származását is elárulja. A Pozsarevacska templomot Pozsarevác szerb településről érkezők alapították. A Csiprovacskát a szerémségi csiprováciak. Az Opovacskát opováci szerbek építették 1746-ban, a Blagovestenszkát pedig görög kereskedők alapították. A katolikus dalmátok elkülönülve a település északi részén telepedtek le. Szentendre híres volt tobakosairól is, akiknek emlékére még keresztet is állítottak. Magát a keresztre néző Preobrazhenszka templomot is ők építették. A tobakosok speciális, török módra dolgozó magyar tímárok voltak. A tobak a szömörce szárított levelének forrázata, amelyhez házi állatok ürülékét is keverték. Ez a tobak volt a kecske és jubőr cserzőleve. Innen a keresztől jól látszik a Szentendrei sziget is, ami a jégkorszak után sok kis homokzátony folyamatos összeolvadásával vált egységessé. Ma területén főleg szántóföldek és gyümölcsösök láthatók, de ártéri liget erdei végig kísérik a sziget vonalát. 25 védett növényfaj él a területen, és rengeteg madár, aminek 104 faja rendszeresen itt is költ. A mandula alakú sziget északi részének homokos partja kiváló fürdőhely is, de a terület egészének jelentőségét leginkább mégis az adja, hogy ez Budapest és a környező települések legfőbb vízbázisa. Kútjai napi 600 ezer köbméter ivóvizet szolgáltatnak. De szálljunk vissza még a Kies Szentendréhez, a főtér barokk, rokokó és szopf stílusban épített polgár és kereskedőházai, a város ékességei. Szentendre városának leggazdagabb polgárai hálából, hogy a nagy pestis járvány elkerülte Szentendrét, emlékkeresztet emeltek a város főterén.
A késő rokokó stílusú Kalmár kereszt azóta hirdeti a települést újra alapító és felvirágoztató szerb lakosainak város szeretetét. A városképet meghatározó szerb kereskedőházat barokk stílusban építették az 1720-as években. A tér keleti oldalán a Dunával párhuzamosan elhelyezkedő, tömegével, magas tetőszerkezetével a főteret uraló, a figyelmet magához ragadó épület együttes eredetileg 6 házból olvadt össze. A kereskedőház elnevezés nem csupán a tulajdonos foglalkozására utal, sokkal inkább az épület belső, funkcionális tagolódására. A négyszintes házak utcai szintjén volt az egy vagy több bolthelyiség, az emeleten lakott a család, a pince és a magas belterű padlás pedig az áruk raktározására szolgált. A padláson helyezték el a keletről hozott nyersbőröket, fűszereket, szőnyegeket, a nyugatról szállított szövetféléket, a pincében pedig a helyi termesztésű vörösbort. Az egyes szinteket a pincétől a padlásig vezető zárt, belső lépcsőház kötötte össze. A kereskedőházak, a polgárházak mellett létezik még egy ugyancsak foglalkozáshoz köthető épülettípus, a szőlősgazdaház. A legismertebb, ma is látható szőlősgazdaház az úgynevezett Rábi ház. Jellegzetes barokk lakóépület, közös udvarú kettős lakóház, kazettás nagykapuval, kovácsolt vas pincekapuval, kőkeretes ablakokkal. Jókai Mór, Rab Rábi című regényéből megismert Rábi Mátyás ebben a házban élt. De Szentendre a művészek kedvelt városa is. A művésztelep a trianoni döntés után a nagybányai festőiskola hagyományait követve 1926-ban jött létre. Az alapítók 1929-ben foglalták el a korábban tüdőszanatóriumként működő, 1 hektáros ősfás kertben található telepet. 1972-ben az eredeti, hangulatos, de igen rossz állapotba került épületek helyére 12, akkor még sajnos csak nyáron használható modern műtermet építettek, ahol olyan neves művészek alkottak, mint Barcsai Jenő, Czóbel Béla, Kmetti János, Kerényi Jenő, vagy éppen Vajda Lajos. A ma szentendréjének, ami az egyik fő attrakciója, és igencsak hozzátartozik a lényegéhez, az a skanzen, ami a város nyugati felében mintegy 46 hektáron mutatja be hazánk tájegységeinek tájházait, a tájegységekre legjellemzőbb építészetet, falusi környezetet és a hajdan volt életmódokat és kultúrákat. Az alapos tudományossággal megszerkesztett szabadtéri múzeumban a 18. század végétől egészen a 20. század közepéig visszamenőleg kukkanthatunk bele tájegységenként a falusi és mezővárosi népek különféle rétegeinek lakáskultúrájába és életmódjába. A múzeum természetvédelmi terület. A kiállítási épületek, berendezési tárgyak pótolhatatlan értéket képviselnek. Nem kell sokat északra repülnünk, hogy meglássunk felülről is egy 3000-es lélekszámú kis települést, Dunabogdányt. Itt szintén állt egy római kori tábor, Castrum Cirpi néven, de a település mégis Bajorországból és Frankföldről betelepített szorgalmas németjeiről volt híres, na meg a kőfaragóiról, akiket a település határában álló Csódi hegy látott el alapanyaggal, amiről Koch Antal geológus így írt 1877-ben. A kőbánya, vagyis a Csódi hegy a Duna kanyarulatánál Váccal szemben a falutól délkeletre fekszik. Félgömb alakú 175-180 méteres kiemelkedés. A különálló alakját keletkezésének köszönheti, mert ez a hegy nem más, mint egy félbe maradt vulkán.
A mélyből felfelé törő magma nem rendelkezett elég energiával ahhoz, hogy áttörje a szilárd kérget. Így csak megemelte azt, és az energiát vesztett izzó, folyó magma fokozatosan lehűlve egy andezit lencseként megszilárdult. A Csódi hegy tehát egy úgynevezett típusos lakkolit, mely mintegy 14,8 millió éve a középső miocénben jött létre. A Börzsönyi és a Visegrádi hegységi vulkanizmus korai szakaszának végén. A mélyből felnyomuló magmatömeg az akkor a felszínen lévő üledékes kőzet rétegeken már nem tudott áthatolni, s közéjük nyomulva egy részüket boltozatszerűen felemelte, az érintkezési felületen pedig megpörkölte azt. A lakkolit a legújabb vizsgálatok szerint dácitból épül fel. A Csódi hegy ásványtani érdekességei azonban nem ezek, hanem a hidrotermás oldatokból kivált ásványok. Ezek közül világviszonylatban is jelentősek a zeolitok és a változatos megjelenésű kalcit. De most átrepülünk a Duna bal partjára, hogy megsasoljunk egy másik hegyet is. A Vác fölött magasodó Naszály a földtörténeti középkorban még Afrika északi peremén karsztként magasodott a tenger fölé, és trópusi, szubtrópusi volt az éghajlata, nagyon gazdag élővilággal. Az itt bányászott dachsteini mészkő is ennek a tanúbizonysága. A Naszályt a kirándulók mellett ma főleg a botanikusok kedvelik, hihetetlen növénygazdagsága miatt. 21 növénytársulást írtak le csak innen a szakemberek. Sok érdekessége mellett két itt élő orchidea féléjét is érdemes megemlíteni, a pókbangót és a mélybangót. Ezek virágainak alakja és mintája a névadó ízelt lábúakra emlékeztet, amiket így csalnak magukhoz. A megtévesztett állatok pedig akarva akaratlanul beporozzák őket. Vác történelme csaknem 1000 éves, és alapjaiban határozta meg a katolikus egyház. A gazdag kulturális élettel és sok kuriózummal rendelkező város nem véletlenül katolikus püspöki székhely. Így érdemes is meghatározó képét Magyarország egyik legnagyobb katedrálisát, a Váci Nagyboldog Asszony székesegyházat rögtön megmutatni. Az épület klasszicista és késő barokk stílusú, aminek tervezéséről Eszterházy Károly püspök döntött. Vác ekkor kétpólusú város volt, egymástól palánkkal elválasztott területen magyarok és németek laktak. Eszterházy a két városrész határán álló palánkot elbontatta, és itt alakította ki a Konstantin teret, a dóm későbbi helyét. A főhomlokzatával a Dunára néző székesegyház méreteit tekintve kiemelkedő. Külső hossza 72 méter, szélessége 34 méter, a kupola 55 méter magas. A süveg nélküli, kőbábos korláttal záródó tornyok 38 méter magasak. A március 15-e tér a város főtere, ami az egymást keresztező fontosabb útvonalak találkozásánál alakult ki. Itt jött létre a város kereskedelmi és közigazgatási központja. A tér sajátos háromszögű alaprajzát a 18. században a tatárpusztítást követően Vácra érkező német telepesek építkezéseinek köszönhetjük. A betelepülők szülőföldjük hagyományainak megfelelő életteret alakítottak ki városrészükben. A teljes történelmi belváros műemléki jelentőségű terület. Itt áll a Fehérek temploma is, Vác másik ikonikus vallási építménye, ami eredetileg a domonkos rendhez tartozott.
A templom 90-es évekbeli felújítása közben a munkások egy elfalazott ajtóra és mögötte egy elfelejtett lejáratra bukkantak, ahol 265 igen jó állapotban megmaradt, természetes úton mumifikálódott, halotti ruhába öltöztetett emberi maradványt találtak. Az egész világon ritkaság számba megy, hogy ennyi természetesen mumifikálódott holttest maradjon fönn, amiknek ráadásul a belső szerveik is épségben megőrződtek. A koporsókon feltüntették a nevet, a halál dátumát és némelyiken az okát is. Az ELTE meteorológiai tanszékének vizsgálatai szerint a termek klímája nagyon hasonlít a magyarországi barlangokban mért hőmérsékletekhez, így maradhattak fönt a váci múmiák. A maradványoknak egyébként 89%-a volt tuberkulózis fertőzött, azonban mindössze 35%-nál volt ez a halál közvetlen okozója. A katolikus vallásnál maradva Vácott található egy búcsújáróhely is, a Hétkápolna. A kegyhely kapcsán vissza kell repülnünk megint az időben, a trónviszályok idejére. A főszereplők a Visegrádról megismert Salamon király és unokatestvérei, és későbbi bebörtönzői Géza és László hercegek. Lászlónak, a későbbi szent királynak látomása volt itt. Egy angyal szállt le az égből, s a királyi koronát Géza fejére tette. Ezzel jelezte, hogy az uralkodás joga őt illeti meg Salamon helyett. Géza fogadalmat tett. Ha győz, templomot építtet a boldogságos szűznek. Így is lett. Sőt, amikor a győztes mogyoródi csata után a felépítendő templom helyét keresték, egy szarvas jelent meg nekik, agancsain égő gyertyákkal. Templomot és kápolnát építettek a jelenések helyén. A Hétkápolna 1815 óta lett búcsújáróhely, egy helyi asztalos mester csodálatos gyógyulását követően. A búcsút minden évben a Mária nap utáni vasárnapon tartják. A hívők messziről zarándokolnak, sokan már előző éjjel is a kegyhelyen virrasztanak. Vác életében a piaristák is fontos szerepet játszottak, akik 1714-ben érkeztek a városba. Kollois Zsigmond, az akkori váci megyés püspök lelkesen fogadta a rendet. Akik mind a példás élet világosságával, mind az isteni ige hirdetésével a tévejgő népnek az ősi hit útját megmutatnák. Mert ebben az időben az egyházmegye a Luther és Calvin féle eretnekekkel van beszennyezve, azon mélyteljes felekezetektől kitisztítani és az ősi religiónak visszaadni. Főképpen pedig az ifjúságot a tudományokban és a keresztény tanban oktatva apostoli ténykedésekkel alkalmatos férfiakká képeznék. A templom, a rendház és az iskola telkét Berkes András prépost, a piaristák nagy patrónusa adományozta. Az alapkövet 1725-ben tették le. A templom falai, illetve a boltozatok 1745-ben készültek el. Ekkor vették használatba a hívek, és ekkor szentelte fel Kaló Ferenc püspöki helynök. A hegyes torony a város egyetlen törököt átélt fennálló építménye. A helyi szóhasználatban csak mint hegyest emlegetik. Ez volt a középkorban a várost körbekerítő védőfal egyik saroktornya, őrhelye. Később járási börtönként is használták, egy ideig múzeumot szerettek volna belőle kialakítani, ma már lakóházként funkcionál. A gyönyörű barokk vác valóban hemzseg kuriózumokban. A Gombáspatak hídja országosan egyedülálló műemlékünk, az egyetlen ma is álló barokk kőhíd hazánkban. Altman Mihály Károly püspök megbízására készült, Nepomuki Szent Jánosnak a hidak és kikötők védőszentjének tiszteletére, így az első szobor őt ábrázolja. A különleges szobrokat jórészt egy váci kőfaragó, Bechert József készítette.
De madártávlatból is jól láthatjuk a város másik különlegességét, a 20 méter magas Váci diadalívet, vagy ahogy a helyiek emlegetik, a kőkaput. Ez Magyarország egyetlen diadalíve, mely Mária Terézia tiszteletére épült copf stílusban. A hagyomány szerint, amikor a királynő megtudta, hogy a diadalív mindössze 5 hónap alatt készült el, a nép legnagyobb megrökönyödésére kikerültette azt kocsisával. Más források szerint kiszállt, és gyalog ment el mellette, mert félt, hogy ráomlik. De néhány nappal később, amikor ugyanezen az úton visszafelé ment, és látta, hogy a kapu még mindig áll, így már megnyugodva áthajtatott alatta. Mária Teréziával ellentétben mi végig teljesen nyugodtak voltunk. Nem féltünk semmitől, amikor átsiklottunk a Dunakanyar fölött, mert tudtuk, hogy meg annyi csodával vár e különleges vidék. Mert hol is jártunk az elmúlt 1 órában? Ott, ahol legnagyobb folyónk, a leggyönyörűbb arcát mutatva tesz egy hatalmas kanyart. Ahol legnagyobb királyaink élték fényűző és egyben vérzivataros életüket. És ahol honfoglaló eleink misztikus erdők öleléséből üzennek az utókornak. A jelenések és a látomások szent vidéke ez, a magyar kereszténység bölcsője. És nincs az a török pusztítás, az a búbánatos történet, ami elhomályosítaná a Dunakanyar egyedülálló és elegáns szépségét, amit most mi is megmutattunk, madártávlatból.